Rendőrnapdombóváron. Idén április 29-én került megrendezésre ez az esemény, melyet hagyományosan Szent György napja alkalmában tartanak meg. Az ünnepség keretein belül elismeréseket és kitüntetéseket adtak át. A Dombóvári Rendőrkapitányságon idén április 29-én rendezték meg ünnepi keretek között a rendőrség napját. Magyarországon 1992-től kezdve országszerte hagyományosan április 24-én Szent György napján tartják az eseményt. A jeles nap alkalmából a rendőrkapitányság több munkatársát is kitüntetéssel, illetve dicsérettel jutalmazták. A gála nyitásaként Tóth Szilvia főtörzs zászló saját versét hallhattuk. Ott voltam, amikor te féltél ott lenni. Megtettem, amit te nem mernél megtenni. Elborzadnál, hogyha látnád, amit láttam. Lépj át a helyembe, és csináld utánam. Láttam apró testet a szemétre vetve, megvert vérző asszonyt a földön heverve, balesetet, melyben ártatlanok haltak, könnyek nélkül sírtam, bár lelkembe martak. Majd Vég Lajos rendőralezredes, a rendőrkapitányság vezetője, majd Kis Béla alpolgármester és Pintér Szilárd a Dombóvár és környéke több célú kistérségi társulás ügyvívője segítségével átadta a munkatársaknak járó elismeréseket és jutalmakat. Sokakat ért az a megtiszteltetés, hogy elismerésben részesülhettek, mint például Wagner Antalt, rendőrfőhadnagyot, aki 2014-ben elvégzett munkájáért átvehette a kistérségi társulás által számára adományozott évrendőre címet. A vele készített interjúnkban elmondta, mit jelent ez számára. 1991-ben kezdtem a rendőri pályafutásomat, BRFK-n 23 évet szolgáltam, 2 éve kerültem a Dombóvári rendőrkapitányságra. Nagy megtiszteltetés számomra ez a cím, de úgy gondolom, hogy a 15 fős alosztályomnak is egy elismerés, hiszen az ő munkájuk nélkül egyedül én kevés lennék ehhez. Viszont kinevezések nélkül sem telt el a nap, ugyanis Pap Dávid Zoltán rendőrtörzsőrmestert főtörzsőrmesterré léptették elő. 2011. szeptember 1-én kezdtem a körmendi rendészeti szakközépiskolába. 2011. december 1-én hatállyal kineveztek. Akkor utána a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságon kezdtem pályafutásomat fél évig. 2012. szeptember 1-ével kerültem ide. Nagyon meglepett és nagyon örülök neki, hogy rám gondoltak a kapitányság vezetői ezzel a díjjal kapcsolatban. Még egyszer köszönet nekik. Az ünnepség végén a rendőrkapitányság dolgozói és a meghívott vendégek számára ebéddel kedveskedtek.